A Debreceni Egyetem Szolnoki Kampusza adott otthont múlt pénteken az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-Tavi Turisztikai Kerekasztal első turisztikai gálájának, melyre a Vármegye számos területéről érkeztek a turizmusban dolgozó szakemberek. Elismerjük és kifejezzük megbecsülésünket mindazok felé, akik évek és sok esetben évtizedek óta szívvel, lélekkel dolgoznak a turizmus területén, és ezt az elismerést és ezt a megbecsülést több módon is kifejezzük. Egyrészt egy ilyen gála keretében kedveskedjünk nekik akár egy kis karácsonyi koncerttel és külön kis meglepetés programokkal, illetve életre hívtunk olyan szakmai elismeréseket, amelyek még nem voltak. Az eseményen a vendéglátásban, turizmusban dolgozók mellett a marketingben jártas szakembereket is köszöntötték. Annál jobb ajánlás, annál jobb reklám, mint hogy olyan szakemberek, olyan emberek ajánlják a magyar turizmust a belföldi és külföldi turistáknak, akik bizalmat, kedvességet, szeretetet és szakmai hozzáértést sugároznak. Az eseményt különböző szakmai előadások színesítették. Pálfi Éva brand designer a turizmusban működő marketing trendekről, Mautner Zsófia gasztroblogger az Alföld Szíve gasztronómiájáról, Liasuk Dimitri független filmes, környezetvédelmi aktivista pedig a Tiszató fenntarthatóságáról beszélt a jelenlévőknek. Amióta megszülettünk, szinte a legtöbbünknek születésünk óta a Tiszató és a térség a szívügye. Vagy azért, mert turistaként, vagy azért, mert vendégként mehettünk, vagy azért, mert ott élünk. Van, aki közvetlenül a tópartján, sőt, van, aki a pandémia idején költözött oda, hogy kimeneküljön a társadalomból is, és a fertőzés veszélytől, valamint attól is, hogy az a fajta szemlélet, ami az aktív és ökoturisztikához vonzza az embereket, ez lehetőség szerint legyen a mindennapok része. Az eseményen Jásznagy Kunszolnok turizmusáért díjat vehetett át Marsi Gabriella, a Reptár Marketing igazgatója, illetve a Karcagi Birkafőző Fesztivál. Tiszató turizmusáért díjban részesült Debreceni Ildikó, valamint a Tiszatavi Ökocentrum. A Pro Tiszató díjat F. Kovács Sándor, a Tiszató miniszteri biztosa vehette át. A Tiszató zöld nagykövete pedig Liasuk Dimitri lett.